Jó estét kívánunk! Szeretettel köszöntöm a 12. évfolyamoson. Szeretettel köszöntöm a 12. évfolyamos diákok nevében a szülőket, családtagokat, vendégeket és persze titeket, diákokat. Valójában már nagyon régóta készülünk erre a napra. Attól a pillanattól kezdve, hogy most végzőseink Jézus diákok lettek. Van, aki kisdiákként, van, aki éretlen kamaszként. És most hálásak vagyunk, hogy együtt ünnepelhetjük útra készülődő fiataljainkat. Megkérem Ferenc atyát, hogy mondja el az ünnepi gondolatait. Ma este hál' Istennek elég sok olyan lelki tartalmú gondolatokat kaptunk, amelyek talán úgy jól felelevenítették azokat az értékeket, amelyek számunkra fontosak. És egy kicsit a figyelmet kérem még a következő pár percre. Az érzések, az érzelmek, a mély vágyak alapvető meghatározói emberi életünknek. Életünk egészen a legmélyebb vágya, szeretet ajándéka. Szüleink, testvéreink, családunk, barátaink és tanáraink emberi törődésére van szükségünk, hogy növekedjünk és akarjuk az életet. Nemrég egy diák társatok fogalmazta meg, hogy a Jezsú azért más, mert itt törődnek az emberrel, sőt lehetőséget biztosítanak kapcsolatba kerülni a legmélyebb vágyainkkal, azon keresztül az Istennel is. Laudétur Jézus Krisztus! Tisztelt szülők, kedves vendégek, kollégák, kedves végzős diákok! Hetek óta készülünk a mai ünnepre. A héten pedig minden igyekezetünk rátok és osztályfőnökeitekre irányult. Azért dolgoztunk, hogy a szalagavató ünnepsége számotokra, de teljes közösség számára örömet, hitet és bizakodást adjon. Az ünnep a mélyebb emberi vágyakat hivatott megmozgatni, a szívünkhöz szól. Ma nem a 12. évfolyamban támasztott szakmai elvárások a fontosak. Inkább azt szeretnénk, hogy a szalagavató ünnepség arra irányítsa a figyelmeteket, hogy ti önmagatokért vagytok értékesek. A szereplések, a műsorok, a liturgia, a hitéleti szertartások ma arra valók, hogy alkalmat adjanak nekünk kifejezni, hogy ti egyenként önmagatokért vagytok szeretetre méltók. Ezen az ünnepen a teljesítmény másodlagos, nem osztunk díjakat, de köszöntünk, köszönetet mondunk, valamint szemlélődünk. Szemléljük benneteket, a szépet, hagyjuk, hogy általatok Isten megérintse a szívünket is. Szeretném, ha éreznétek, hogy mennyire hálásak vagyunk értetek, illetve azért, hogy nekünk van miért ünnepelni. Amikor a világjárvány próbára tesz bennünket, még nagyobb a szükség arra, hogy megragadjunk minden alkalmat, amely táplálja a reményünket és a hitünket. Ma ti adjátok erre az alkalmat. Köszönetet mondok a szülőknek, akik sok évvel ezelőtt vállalták, hogy veletek együtt csatlakoznak a közösségünkhöz. Bizalmat adtak nekünk, pedagógusoknak és a jezsuitáknak. Köszönöm a kitartásukat. Isten áldása kíséri életüket, ma pedig sok örömben legyen részük. Köszönetet mondok pedagógus kollégáknak. Tisztelettel köszönöm az osztályfőnökök és társosztályfőnökök sok éves kívásokkal telik törődését, illetve az ünnepre való felkészítést.
Hálás vagyok Herbainé Velkei Klára és Bobcsákné Berzi Ibolya fáradozásáért, a sok szépért, amit ma este megcsodálhatunk. Köszönet a gimnázium felsős diákjainak a lelkes segítségért. Köszönetet fejezem ki Spicéné Bukovszki Edit igazgatóhelyettes kollégának és Stringer Mariannak, a szülei munkaközösség tagjainak, valamint Alakszai László gazdaság és üzemeltetés igazgató helyettes kollégámnak, illetve az üzemeltetés dolgozóinak is. És nem utolsó sorban Pap Attila élelmezés vezetőnek, a szakácsoknak és a konyhai munkatársaknak tartozunk hálával a gondosan előkészített finom vacsoráért. Kedves végzős diákok, Isten tartson meg benneteket egészségben, az ő áldása legyen rajtatok. Örüljetek és emlékezzetek, mert sok áldásban volt részetek. Köszönöm a figyelmet. És ha már áldásról volt szólt, egy pillanatra megkérjük még Ferenc atyát, hogy maradjon itt, és a szülői munkaközösségnek szeretném átadni egy pár gondolatra. Úgy gondolom, hogy ez a mai este nem csak a gyerekeink életében egy nagy nap, hanem valaképpen a születésnapját ünnepli, úgyhogy Isten éltesse Ferenc atyát!
pillanatra visszakérjük egy csoportképre a palotásosokat. Közben szólhat nekik a taps. És amíg a csoportkép készül, közben hallgassuk akkor az agyagbandát, aki zenél nekünk a mai este.
Tudok egy olyan mozik, az valami csuda. Ha ne bajunk, ne rozi, messze van az a mozi, mert ez a legjobb mozi, tudja egész.
helyre, oda várom. Na figyelj, csapok, menjetek! Szóval mostanában vannak ilyen nóták, amit nagyon örülök, hogy a fiatalok is tudnak, úgyhogy a következőt azt most nekik játszunk, mert hogy biztos jobban érték. És egy kicsit gyorsabban, jó? Így vacsora előtt, egy, két, egy, két, egy, két, egy, két, ötet. Tényleg hálásak vagyunk azt, hogy itt lehetünk ezen a szalagavató is létrejöhetett itt az elmúlt évek folyamán is a pandémia után. Nagyon hálásak vagyunk és kifejezetten, de szeretettel köszöntjük a kollégáinkat is, akikkel végigkísértük itt a gyermekeknek az eddigi 8, illetve 4 évét. És mellette még hálásabbak vagyunk azoknak, akik segítettek abban, hogy itt ez a terem ilyen csodálatosan feldíszítődött, illetve hogy a templomi szertartás és itt a műsorok is, a táncok is ilyen gyönyörű szépek lehettek, és így gyönyörködhetünk a gyermekekben. Úgyhogy szeretnénk ezt így hálánkat kifejezni némi ajándékkal is, és meg is nevesíteném azokat, akiknek köszönnénk. Köszönjük az üzemeltetésnek, köszönjük szépen mi is a karbantartóknak, a takarítónőknek, a portai szolgálatot végzőknek, hogy itt segítenek minket és szolgálnak minket. Köszönjük szépen majd, hát előre is, de szerintem már tudhatjuk, hogy nagyon-nagyon finom lesz a vacsora. Köszönjük szépen a konyhásoknak is, akik a szakácsoknak, akik előkészítették a vacsorát. Köszönjük a Jezsunasinak, aki a kávét biztosítja itt az estes folyamán számunkra. És ha körbenézünk, akkor láthatjuk, hogy tényleg milyen gyönyörű. A 11-es diákoknak is köszönjük, akik itt segítették ezt a munkát. És nem utolsó sorban Bogcsákné Belzi Ibolyának elsődlegesen, aki ezt az egészet koordinálta, úgyhogy őt megtapsolhatjuk. Sajnos nem lehet itt most köztünk, de tényleg így a hálánkat szeretném továbbítani felé. És szeretnénk megköszönni még Herpainé Velkei Klára tanárnőnek, aki végig minket segített, és az egész utunkat itt koordinálta, és segített tanácsaival, és tényleg mindennel az egész műsor összerakásában, úgyhogy szeretnénk őt is kiemelten. Köszönjük szépen! És itt a bálnak a koordinálását Tringer Mariannak szeretnénk megköszönni. Aki tényleg az elmúlt időben nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgozott értünk, hogy itt lehetünk, hogy ez a bál így megvalósulhatott. És szeretnénk megköszönni a tánctanároknak is. Palotást betanította Azeri Péter. Azeri Péter, öcsém, kisünk, mi a szerencse malac, küzi sose fogod, kinek a jobb keze van, jó sose hagy. Palotás mellett majd fogjuk látni a néptáncot is. Még nem érkeztek ide a néptánc tanáraink, őket majd akkor fogjuk köszönteni.
És hogy ez ilyen jól szólhatott mellett a táncok, nagyon szépen köszönjük a technikus kollégáknak és fénytechnikusnak, hogy ilyen gyönyörű fényekkel még aláfestít nekünk a táncokat és a zenei szolgálatot ott a technikusoknak. Tapsolhatjuk őket is most. Hiszen tényleg a háttérben, de nagyon-nagyon sokat dolgoznak ők is, értünk. És mi osztályfőnökök szeretnénk megköszönni egyesével is. Szeretnénk megköszönni egyesével is a szülői munkaközösség vezetőknek, az osztályok részéről, hiszen ők is segítették itt, hogy mi itt lehetünk, ti itt lehettek, és hát nem csak a elmúlt időben, hanem a 4 és 8 évfolyam alatt is nagyon-nagyon sokat dolgoztak, értünk, értetek, szeretnénk megköszönni így nekik is. Közbe szólhat a taps. Én is köszöntök minden 12-es végzőst és minden vendéget. Egy picit csöndesedjünk el, és köszönjünk meg azokat az adományokat, amiket kaptunk, ne csak egymásnak, hanem annak a végső forrásnak, akihez a hálánk eljuthat. Egy pici csöndben, hogyha meg tudunk állni, gondoljuk még egyszer így a Jóistenre, és kezdjük el az imánkat. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked, mindazokért, akik előkészítették ezt a szép estét. Áld meg az ő életüket, áld meg ételeinket, amiket jó voltotthoz magunkhoz veszünk. Áld meg közösségünket, mindazokat, akik hozzánk tartoznak, és hogy ebben az estében egymás társaságát épületesen tudjuk élvezni. Ezt kérjük tőled, Krisztus, ami Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szerintem nagy tapsot megérdemel közben az agyakbanda, köszönjük! Köszönjük szépen, megtiszteltetés, köszönjük szépen! És még várjuk őket sokszor ide vissza, majd lehet nyugodtan táncolni is. És akkor, most, itt, vissza nem térő alkalom, szeretném felkonferálni a 12 A osztály táncát.
Yeah.
egy csigadigó gyereké, pedig a házad édeké. Kapsz tejet, vajat, holnapra is marad, egy csigadigó gyereké. De kapsz tejet, vajat, holnapra is marad, ez csigadigó gyereké.
tapsot a néptáncosainknak. Egy nagy vastapsot kérünk nekik, hogy itt voltak és nekünk táncoltak a 12. évfolyam néptáncosai. Gyertek bátran, bátran gyertek vissza egy közös fotóra, hogy örüljük nektek. Mind a 12 A, mind a 12 B, mind a 12 C osztályfilmje. És nagyon jó, hogy visszajöttetek bátran, néptáncosokkal. Nagy tapsot kérünk, hogy bátorítsuk őket a fotóra, lehet fényképezni.